mai kísérletünkben a kiválasztó alapszövetet fogjuk megvizsgálni. Ugye a növények nem tudnak minden salakanyagot a környezetükbe leadni, és ezért vannak olyan kiválasztott anyagok, amelyeket kristályos formában elraktároz az úgynevezett kiválasztó szövetben. Ehhez hagyma burok levelét fogjuk használni. Ugye letépünk egy darabot, megkeressük ugye azt a részt, ami a legvékonyabb lehetőleg, és abból a részből levágunk egy kis darabkát, és amikor ezt levágtuk, akkor a tárgylemezre teszünk egy csepp vizet, csipesszel ráhelyezzük ezt a kis buroklevél darabkát, és fedőleme segítségével lefedjük. Megint lehetőleg úgy, hogy minél kevesebb levegő buborék kerüljön alá, megint egy láncsatű segítségével szépen kihúzzuk alóla, és a metszetünket most megvizsgáljuk mikroszkóp alatt. Ugye, hogyha ezt a mikroszkóba betesszük, akkor különböző kristályokat kell keresnünk. Nézzük meg, hogy a mikroszkópi képen találunk-e kiválasztott kristályokat, kiválasztott anyagokat. A buroklevél sejtjei azok, ugye mivel több rétegben találhatók, vastagabbak, ezért nagyon nehéz észrevenni a kristályokat, de azért sikerül, ugye ezen a képen jól láthatók ezek a hasámok, ezek a kiválasztott kristályok, kálcium oxalát kristályoknak hívják ezeket. Ugye tudjuk, hogy az oxálsa erősen mérgező, nem csak az állatokra és az emberre, hanem a növényekre is, viszont hogyha az oxálsavat só formájában kiválasztják a növények, ezek azok a kristályok, akkor ez már a növény sejt számára nem mérgező. Tehát a mérgező hatása megszűnik. Mivel a környezetben nem tudja leadni, kiválasztja kristályos formában, és így már nem károsítja a növény sejtjeit. Láttuk már az előbb ugye a buroklevélben a kálcium-oxalát kristályokat, és most megvizsgáljuk, hogy ha sósavat csöpögtetünk a kristályokra, akkor milyen változást tapasztalunk. Ugye a várható változás ugye az lesz, hogyha a sósav beszivárog ugye a fedőlemez alá, és ahogy rácseppentettem, ugye látjuk, hogy szépen alá szivárgott, de hogy biztosak legyünk benne, szépen ezt az oldatot is átszivatjuk ugye a másik oldalról, és hogyha ezt ugye átszivattuk, mindjárt meg lesz, akkor megnézhetjük a mikroszkópban, hogy történt-e változás ugye a kristályokban. Ugye nézzük meg, hogy többféle mintát választottunk ugye ehhez. Nézzük meg, hogy a kristályok száma csökkente azzal, hogy sósavat csöpögtettünk a mintára. Ugye ezek a foltok azért ugye a sav miatt alakultak ki a mintában, és itt lehet látni ugye, hogy kristályokat már nem találunk a buroklevélben. Tehát ahogy megyek tovább, ugye csak az elroncsolódott kristályok helyei látszanak, vagyis nem látunk téglatesteket a sejtekben. Tehát sehol nem látunk kristályokat, a sósav feloldotta ezeket a kálciumoxalát kristályokat. Thank you.